Festői környezetet biztosít a gyermekek számára a Vaján található Bai Ádám Múzeum. Júniusban két turnusban rendez ezen a helyszínen nyári bentlakásos gyermektábort a Nyíregyházán állomásozó II. Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred. Cservenyák József százados 35 perc című műsorunkban azt mondta, a 12 és 18 év közötti gyermekekkel játékos programokon keresztül ismertetik meg a katonai életformát. Vaján mi lovastábornak hívjuk, fő tematikája a lovaglás. Az minden délelőtt 8-tól délig lovaglás van nekik betervezve, délután pedig a honvédséghez köthető foglalkozások. Ezek alaki foglalkozások, megismerkednek az airsoft fegyverekkel, azzal tudnak lövöldözni, akadálypályán versenyezhetnek, de rendhagyó történelmi órát múzeum által is látogathatnak, múzeumot is látogathatnak, csapatzászlót készítenek, makettokat készítenek, tehát azért elég széles körű, nem csak a honvédséghez, hanem kézügyességet is tudnak fejleszteni, de ami a legfontosabb, hogy a rendet, a szabályokat és a napi rendet azt tudjuk tartani. A rend fenntartásába beletartozik, hogy reggel 6-kor ébresztőt fújnak a szervezők, felügyelik a szobák rendjét, a mobiltelefon használatát pedig csak este engedélyezik arra az időre, amíg a gyermekek a szüleikkel beszélgetnek. Újdonság, hogy a fél éve átadott újfehértói honvédelmi sportközpont is helyet biztosít két turnusnak. A honvédség, illetve a honvédelmi minisztérium és a honvédelmi sportszövetség között van egy együttműködési megállapodás, ami keretében mi használhatjuk a honvédelmi sportszövetséget, sportszövetség által fenntartott honvédelmi sportközpontot Újfehértón. Ugye ez Magyarországon az elsőként megnyitott honvédelmi sportközpont, és ennek apropóján terveztünk oda tábort, nagyon szívesen fogadták, nagyon segítőkészek, jó kapcsolatot ápolunk a sportszövetséggel. Ez viszont sátortábor lesz. Ez viszont sátortábor lesz. Itt ez inkább a sportról szól, főként judó edzéseket fognak kapni a gyerekek, illetve lövész edzéseket. A százados hozzátette, az április elejé meghirdetést követően heteken belül minden hely elkelt a táborokra. A 4-4 napos táboron összesen 100 gyermeknek biztosít nyári elfoglaltságot a Magyar Honvédség.